A te álmaid adtak szárnyat az enyémnek, mondta Mary Pearson. Vajon megálmodható-e úgy az élet, hogy másokat is ihlessen? Melyik álomnak van igazi értéke, amelyek személyes vágyaknak tesztek eleget, vagy amelyek mások életét tehetik boldoggá? Köszöntöm Önöket a Remény Bajnokai bibliai előadássorozat 8. estéjén, utolsó előtti alkalmán. A ma esti téma cím: Mi lesz az álomból? Mielőtt meghallgatnánk az ígét, hadd ismerkedjünk meg mai meghívott vendégeimmel, Illyés János Béla és Pálffy Miklós lelkipásztorokkal. Isten hozott benneteket a Remény Bajnokai előadássorozaton. Köszönjük szépen, szeretettel üdvözlünk mi is. Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. A ma esti elmélkedésnek a címe: Mi lesz az álomból? Megéri-e álmodozni még ebben a modern világban is, és hogyha igen, mikor és miről? Én különbséget tennék az álom, mint az alvás idején való pszichikai vagy neuronális jelenség és az álmodozás között. Mindannyian voltunk kamaszok, ki az közülünk, aki nem álmodozott volna valaha, legalábbis egy lányról, vagy valamilyen egyéb dolgokról, amit meg szeretett volna valósítani. Nos, hogyha valaki csupán csak álmodozik, mondta valaki, akkor átalussza a jelent. Nem tud a jelenben élni, viszont a fordítottja is igaz, ha valaki sohasem álmodozik, abban az értelemben, hogy nincsenek ideáljai, nincsenek vágyai, amiket meg szeretne valósítani, nincsenek kihívásai az életben, akkor csupán az élete nem egyéb, mint egy ösztönszerű folyamat, lehet nem is különbözik nagyon sokat egy állatnak az életétől. Különbséget kell tegyünk az álmodozás és a hiába való ábrándozás között. Nagyon sokan az emberek közül ábrándoznak bizonyos dolgokról, hogy milyen jó lenne azt vagy amazt elérni. Viszont amikor álmodozol, egy nagyon fontos dolgot azért figyelembe kell venni. Isten álmát az én életembe. Mert mielőtt nekünk embereknek lennének álmaink, vágyaink, amit el szeretnénk érni, céljaink, amiket kitűzünk magunk elé, előtte már Istennek van egy álma. És az ő rettenetes, csodálatos, szép, gyönyörű álma, hogy visszaszerezzen bennünket magának. Ugye a bűneset nyomán mi távol értünk Istentől, és Isten azt szeretné, hogyha mi olyan bajnokok lennénk, amelyekben ő felfedezhetné az elveszett gyermekének a hazatérését. Jó álmodozni, de főleg Isten szemszögéből nézzük a mi vágyainkat, álmainkat, amit szeretnénk megvalósítani. Akkor talán ebből a válaszból adódik a kérdés, hogy mikor lesz sikeresebb az ember élete, és mikor lesz boldogabb az ember élete, amikor személyes vágyai, álmai teljesednek be, vagy ha az az álom, az az út, amit a Jóisten képzelt el az egyének, viszont az lehet nem az, amit az ember képzelt el. A válasz valahogy magától értetődik egy kereszténynek, hogy természetesen mindig jobb alávetnünk a mi elképzeléseinket az Isten akaratának. Viszont itt én gyakran tapasztalom azt, hogy még a keresztény, nem beszélve nem keresztényekről, de még a keresztények között is nagyon sokan félnek attól, hogy megbízzanak az Isten tervében, hogy hagyják, hogy az Istennek úgynevezett álmai kibontakozzanak az életében. És úgy gondolom, hogy ennek az oka az, hogy mi túlságosan kicsinyes dolgokról álmodunk. Viszont hogyha elhiszem azt, hogy mi nem vagyunk, hogy én, mint keresztény ember, nem vagyok képes olyan nagyot vagy nagyobbat álmodni, mint Isten számomra, akkor természetesen könnyebben alávetem az én elképzeléseimet az Isten akaratának. És itt még egy kis példával szolgálnék. A kislányom 4 éves volt, amikor egy alkalommal beszéltem neki a mennyországról, és arról, hogy Istennek az a terve, hogy vagy az életünk végén, vagy természetesen a feltámadáskor, vagy ha Krisztus eljön, akkor egy mennyei hazába vigyen minket. Kislányom megkérdezte,
hogy Barbie baba van. Ha azt mondom neki, hogy nincs, akkor minden bizonnyal, mivel neki ez volt az álma, minden bizonnyal nem fog a mennybe vágyakozni. Na de most az én kislányom 12 éves, ha most megkérdezné valaki tőle, hogy szeretne Barbie babát a mennybe, nem érdekli, egyáltalán nem érdekli, esetleg, hogyha azt kérdezné, lehet, hogy azt kérdezni, hogy van-e talán számítógép a mennybe, vagy okostelefon, és nem tudom milyen hálózatok. Hát észre lehet venni azt, hogy ahogy a gyermek nő, vele nőnek az álmok is. És a probléma a kereszténnyel ott van, hogy nagyon sok keresztény nem tud, vagy nem akar az Istennel való viszonyában felnőni. És ezért sokszor, ha bár elismerjük, hogy az Isten terve jobb számunkra, mégis valahogy ott van bennünk egy félelem, mert nem tudjuk azt, hogy mi nem tudunk nagyobbat álmodni, mint amit az Isten álmodik számunkra. Ebből kiindulva, Istennek van egy álma. Minden embernek külön életútján vannak a maga álmai. Ameddig az ember alá tudja vetni az ő álmait Isten nagy álmának a megvalósításához, addig rendben van. Addig el tudja fogadni azt, hogyha netán Isten másképpen vezeti. És az ő életének bizonyos álmairól olykor le kell mondania. Mert Isten egy újabb célt, egy újabb álmot helyez elé. Ha az ember annyira bátor, annyira értelmes és bölcs, hogy ki tudja korrigálni a saját álmait, alkalmazkodni Isten álma után, akár itt ebben az életben, ezeket az úgynevezett köztes álmokat egész életünkben, ameddig a nagy álom, Isten nagy álma megvalósul, hogyha ezt az ember be tudja vállalni, akkor boldog lesz, és az ő álmait alá tudja vetni Isten akaratának. És akkor lesz az ember boldog, és fog haladni e földi életben. Köszönöm a válaszokat, hamarosan bővebben kitérünk erre a témakörre, hallgassuk meg az előttünk álló igeszolgálatot. Ma este Filip István lelkipásztor igeszolgálatában hallhatunk arról, hogy mi lesz az álomból. Azt megelőzően azonban hallgassuk meg az Amicus Christi Junior énekegyüttes szolgálatát. Yeah.
kegyelmes kezed, betöltött szívemet, úgy várom, ezt várom, én szent vagy, szent vagy, szent vagy, szentséget, Ura, méltet, e földön nincs mit félnem már. Menj be, emel a lényed, fenntart erős kezed, betöltött szívemet, úgy várom, ezt várom. Van egy álmom, mely bennetek gyökerezik, hogy a nehéz időket legyőzzük, és hazaérünk az ígéret földjére. Mi lesz az álmunkból? Az Úristen azt mondja, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Jeremiás 29.11. Hogy lehet miénk e kívánatos jövő? Egy 17 éves fiú azt álmodta, hogy a nap, hold és csillag földre hult elé, testvérei elismeréssel hajolnak meg előtte. József és testvérei, a legszebb élettörténet. Mi is, mint nép, nagyságra hivattunk. Kijelentette az ég sokszor és sokféleképpen, hogy terve van velünk. A Teremtő nagy szerepet szánt nekünk. Örökkévalót. Eljönnek a pogányok, és meghajolnak előtted, és megtudják, hogy én szerettelek téged, mondja Jézus Krisztus, csak tartsd meg, ami nálad van. És miénk a jövő, a végtelen. Amennyire szépen csengett Józsefnek az ég ígérete, annyira dühítette testvéreit. Gyűlölték, csúfolták, méltóságos ruhájából kivetköztették. Kínálkozó pillanatban majdnem, hogy megölték álmodó testvérüket. Kurba vetették, rabként eladták. A harag nagyobb, mint József. Mintha nem is ellene volna, hanem az álmok ellen, az Isten ellen, aki a jövőt festette. Hányszor szenvedtek a hit nagyjai az Úristen beszédéért. Míg országok pusztultak, kultúrák porlattak, az ő háza rendíthetetlen áll, homlokzatán e felírattal, Istenünk beszéde örökre megmarad. Lássuk, mondják a testvérek, mi lesz az álomból? Vajon álmodik-e a rabszolga József a Potifár házában, a börtönben? Miként reményi kérdezi Jézusról, vajon álmodik-e még a kereszten? Az ellenség a cinizmus ne továbbját játssa Józseffel, a húzd meg, erezd meg játékát. Hol felcsillan a remény, hol újból földre veti. Mint egy széndioxidos palackot üti, dobja, néha megnyitja, kienged a feszültségből, aztán visszazárja, hogy teljesen erejét veszítse. Gondoljuk végig. Letépik ruháját, kurba vetik, ami halála legyenlő, vagy mégsem, hisz kihúzzák csak azért, hogy eladják. A Potifár házában majdnem minden jó lesz. Egy hazugsággal újból tönkre teszik. Börtönbe vetik, újból csillan a remény, ahogy a pohárnok a szabadutást ígéri, de megfeledkezik róla. Földiekkel játszó, csalfavak remény. Mi lesz az álomból? Vajon hiszem még bennük? Határozottan igen, honnan tudjuk? Hisz másoknak megfejti álmait, és pontosan teljesednek.
Látja a mások élményeiben, a pék és pohárnak megfejtett titkaiban, hogy az álmok nem hazudnak. Később elmondja, hogy az álom megismétlése a beteljesedék biztosítéka. Míg másokét megfejti, sajátját feledi? Nem, ettől sem magasság, sem mélység el nem tántorítja. Hisz rendületlenül a reménység bajnoka. Kaptunk egy álmot, egy lángot, átadták egymásnak egyre tisztában apostolok és mártírok, reformátorok és zarándokok. Néha majdnem kialudta pislogó gyertyabél. Mi lesz az álomból, hogy nagy nép leszünk, hogy nagy dolgokat teszünk Istenért? Péter, aki látta Jézus színelváltozását, bátorít, hogy biztos, amit látott, majd hozzáteszi, még biztosabb nálunk a prófétai beszéd. Biztosabb, mint amit szemünkkel láttunk. Ha késik is, ha pislog is, győzni fog a hit, a remény, a szeretet. Lesz egy nagy nép, mely megtartja Istennek parancsolatait és Jézus hitét. Néha összemostuk az isteni kijelentést saját vágyainkkal, elképzeléseinkkel, az önzés déli bábjával, kellett keservesen csalódnunk, hogy álmunk megtisztuljon és megfehéredjen. József egyiptomi adventjében úgy viselkedik minden helyzetben, mint egy királyfi. A nagyságnak egy másik dimenzióját gyakorolja. Szolgál. Mindenhol tökéletesen teljesíti a rámért feladatot, dicséret és jutalom nélkül is. Számára fontosabb minden pozíciónál és tisztségnél a szolgálat. Potifár házában, mint aki nem embereknek, hanem Istennek igyekszik tetszeni, az Úr mindenben szerencsésé teszi. A virágok nyílnak nyomában. A börtönben is minden kezébe adatott. Átmegy a síralom völgyén, és forrásokat fakaszt. Végül a királyok mellé ül, hol kormányzóként népe túlélését szolgálja. Meg kell értenünk Isten álmait. Nagyságra hívott el, a szolgálat nagyságára. Fogynak a szolgák. Jézus életében soha nem láttuk, hogy küzdött volna tisztségért, hanem szolgai formát vett fel. Megszentelte az utolsó helyet, a lábmosást, és ezt már nem látjuk megalázkodónak. A kereszt ma nem a gyalázat, hanem a megdicsőülés helye. Erre van szükség ma is a végletek között. Ez az út hazafelé. Követni Krisztust, míg várjuk az álmaink teljesedését. Isten szolgákról álmodik. Mi lesz az álmukból? Lásd csodát! József Egyiptom kormányzójaként, ahogy megszületik elsőszülött fia, akit Manassénak felejtésnek nevezett, mintha mindent elfelejtett volna. Elfelejtette hányattatását, apja házát, nem indul apja megkeresésére. Mi történt, József? Felváltottad álmaidat Egyiptom dicsőségére? Most, hogy többet kaptál, mint valaha reméltél, és te vagy a szuperhatalom kormányzója, a világ előtted hódol. Már nem várod az Isten adta álmok teljesedését? Mindent elfelejtett József. Miért nem indul apja és Benyámin testvére megkeresésére, hogy átölelje őket? Mindent elfelejtett. Mit szoktunk tenni, amikor felejteni akarunk? Minden emlékeztetőt eltüntetünk. Mit tesz József? Felejtésnek nevezi el fiát, ezzel jelzi, hogy semmit nem akar elfelejteni az útról, a múltról, csak a vesztességeket és fájdalmait. Őrizi tovább az álmokat a reménység bajnoka. Akkor hát miért nem indul apja keresésére? Mert nem illik az ajándék után menni. Ezt Isten hozza el, amikor nem is várja. Majd jön, aminek jönnie kell. És jöttek.
testvérei jönnek Egyiptomba gabonát vásárolni. Aznap József úgy kell fel, mint máskor. Hittel, hogy az Isten teljesíti ígéreteit, a szolgálat készségével, hogy ellássa az emberiséget eleséggel, amikor ismerős vendégei érkeznek. A 20 éve nem látott 10 testvér, akiket ő felismert, de amazok őt nem. És amint meg van írva, leborultak József előtt. Ez nem egy imádat volt, hanem az elismerés kifejezése. Egy nap Isten váratlanul beváltja ígéretét. Az igaz hitből él. Isten ígéreteire jellemző, hogy az elején megdöbbent, bizonyos ideig olyan, mintha semmi lényeges nem történne, a napok csak telnek, és hiába minden profétai látás. Máskor olyan, mintha az ígéret ellenkezője történne, de egyszer váratlanul ránk köszönt, és minden meghajol az Isten szava előtt. Igen biztos az Istennek beszéde. Aznap szivárvány volt József érzelemvilága. De minden érzésnél, a múlt feletti szomorúságnál és az ígéretek beteljesedésének öröménél is erősebb volt egy érzés. Egy döntés. A megbocsátás. Nincs bosszú, harag, nincs elszámoltatás sem. Soha fel nem rója nekik bűneiket. Sem meg nem torolja azt. Micsoda jellem. Gondoljunk bele, Józsefhez hasonlóan Jézust is eladták testvérei. Mindenki magára hagyta. Elszaladtak, a legnagyobb bajban hagyták cserben. Ilyen az ember. Soha fel nem rótt a tanítványainak, hogy mit tettek vele, hanem sajnálatukat látva, bízalommal eléjük ment. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Megbocsássunk egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nékünk. A hazafelé vezető úton egy nagy lecke ez. A szeretet és a megbocsátás az egyetlen út az életre. Jézus is ezt járta. Tudsz nyomába lépni? Ha akarod, segít. Csak kérd. De nem borult testvérei nyakába József. Mert a megbocsátás nem jelent feltétlen összeborulást. A megbocsátáshoz elég egy ember. Elég az is, ha nem kértek bocsánatot tőlem. Az összeférhetéshez ennél több kell. Ugye ezt sokszor érezzük, csak nem tudjuk megfogalmazni pontosan, hogy még mi hiányzik. Ez több, mint megbocsátás. Gyakran egy elvárás a másik irányába, hogy kifejezze sajnálatát, készségét a kárpótlásra. A másik. József elejébe ment a másiknak. A legnagyobb dolgot tette, amit ember emberért tehet. Segítette testvéreit a megváltozásban. Lehetőséget adott nekik, hogy tisztázzák állapotukat önmaguk előtt. Ehhez türelem kellett. És Istentől jövő bölcsesség. Próbára teszi őket, hogy lássa, változtak-e valamit, mióta őt eladták. És mikor végül inkább mindenről lemondanak, mint hogy kisebbik testvérüket Benjámint cserben hagyják, mint hogy nélküle menjenek haza apjukhoz, és lássák annak szomorúságát, a feszültség Józsefből végre kitört. József hangos sírása fakadt. Újjá lett minden kapcsolatukban. Egy rég halogatott ölelés és egy nagy családi vacsora következett. Az élet változás. A lényege a megváltozás. Tehetünk többet a megbocsátásnál.
szerető szándékkal segítsük a változásra testvéreinket. Isten kegyelme is több a megbocsátásnál. Jézus így engedett el embereket magától. Megbocsáttattak bűneid, majd hozzáfűzte, eredj el, és többé ne vétkezzél. Parancsolta és képesítette, majd biztosította a célba érésről. Amikor Isten tervei valóra válnak életünkben, vacsorára visz Jézus. Átölel, és kezével törli le a könnyeket, a fájdalom és öröm könnyeit. Barátaim, van egy álom, mely bennünk gyökerezik, hogy mint nép, mely megtartja Istennek parancsolatait és Jézus hitét, átvészeljük a legnagyobb időt, a legnehezebbet. Megérkezünk az ígéret földjére, megszaporodva, mint a tengerparti homok, és hazaérkezünk. Egy álom, mely megtisztult álmokról szól, megbocsátásról, szolgálatról, mások megváltozásának szolgálatáról. Egy álom, mely Istennek álma, mely rólunk szól. Mondjunk köszönetet érte. Teremtő Istenünk, mennyei jó atyánk! Köszönjük, hogy nagy terveid vannak velünk. Köszönjük fiadat Jézust, aki szolgált, megbocsátott, és a legfontosabbat is teszi, megváltozásunk munkáját. Kérünk, ébreszd újra bennünk a reményt. Tartsd meg a lángot végig az úton. Amen. Ma este is köszönjük az énekszolgálatot, az ígét, és azt, hogy együtt imádkozhattunk. Különleges alkalom ez, hiszen szombatkezdési alkalmat érünk meg, és az Isten jóvoltából most ma estétől egészen holnap estig az Úrnapján lehetünk együtt. Örvendek annak, hogy tovább folytathatjuk a beszélgetést, és együtt lehetünk, és ezt a nagy témát nyithatjuk meg, ami József életében is egy kérdés és egy tapasztalat volt, az álom, hiszen József élete valamilyen szinten az álmokkal indult. Talán hamarabb, mielőtt az álomról beszélnénk, és annak jeleiről, bizonyosságáról megkérdezném azt, hogy mitől válhatott, vált József a remény bajnokává? Véleményem szerint József a remény bajnoka lett, mert szüntelen tudott remélni életében. És ezt megtanulta. És egy néhány gondolatot József életéből megemlítenék. Reménykedett akkor, amikor a testvérei gonoszt forraltak ellene. Reménykedett akkor, amikor az úton ment Egyiptom fele. Reménykedett akkor, amikor oda került a Potifár udvarába, és reménykedett akkor, amikor a börtönbe került. Reménykedett akkor is, amikor a faraó második embereként, ugye Egyiptom második embereként szolgálhatta az ő szerető istenét. Ezért lett ő bajnok. És az ő vágya az volt, hogy áldásul szolgáljon a körülötte élő emberek mindeniknek külön-külön. Akart szolgálni az apjának, akart szolgálni a testvéreinek, akart áldásul lenni. Egy érdekes dolgot egy néhány szóban elmondanék. Amikor József megérkezett Hebronba, Háránból, 12 éves volt, a bibliai leírás elmondja nekünk azt, hogy a nagyapja, Izsák, 163 éves volt, József pedig 103. Ő még életbe találta, amikor visszajöttek Hebronba, a nagyapját. És el tudom képzelni, mint egy igazi nagyapa, aki komolyan veszi szolgálatát, és ne felejtsük, Izsákról van szó, aki majdnem áldozat lett. Hogyan magyarázta el azt, amit a déd nagyapjának mondott Isten,
hogyan volt az a Mória-hegyi történés, ezeket mind elmondta neki. És szerintem egy fontos gondolatot megjegyzett József, hogy Isten azt mondta a déd nagyapádnak, hogy ő áldássá fogja tenni, és benne megáldatnak minden népek. A Mózes első könyvéből, a 11. fejezetből idézek. József ezt magáévá tette, és azt mondta, ha déd nagyapám, ha nagyapám, ha édesapám, aki küzdött Istennel és győzött, ilyen hősökké, bajnokokká tudtak válni, én is azzá akarok válni. És ha nagyapámnak azt ígérte Isten, déd nagyapámnak, hogy ő lesz, akiben megáldatnak minden népek, én akarom folytatni. Egy ilyen családi családnak a sarjadéka nem tehet mást, csak azt, hogy áldás legyen a körülötte élő embereknek. Köszönöm. Mi a bizonyítéka annak, hogy az álom az a jó Istentől van? József életébe könnyű ezt felfedezni, mert mi olvassuk, és mi van akkor, ha mi tapasztalunk meg egy álomban hasonlókat? Honnan lehetünk bizonyosak afelől, hogy Istentől van az álom? Nos, hogyha az alvás idején való jelenségről van szó, tehát az álomnak erről az értelméről van szó, akkor nekem a 21. században nagy fenntartásaim vannak, hogy mennyire bízhatom az életemet egy ilyen álomra, vagy akár mennyire bízhatom, mennyire kapaszkodhat meg a hitem abba, amit éjszaka álmodok. Én úgy gondolom, hogy Józsefhez viszonyítva számunkra, a mi hitünk számára egyéb pillérek, egyéb bizonyítékokat nyújtott az Isten számunkra. Pál apostol úgy fogalmaz a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versében, hogy mi, akiket körülvesz, a bizonyságoknak eme nagy fellege. A bizonyságoknak eme nagy fellege, ott van a Bibliának a 66 könyve, ugye, ott vannak a proféciák, és ott van legfőképpen Jézus Krisztus, ahogy ugye ugyanaz a Pál apostol a Zsidókhoz írt levél első fejezetében beszél Jézusról, hogy noha az Isten sokféleképpen és sok ízben szólt hozzánk a múltban az atyák által, és a mostani időben az ő fia által. Na most Józsefnek mindebből semmije nem volt. Nem volt írott szentírás, nem volt Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ezért úgy gondolom, hogy jogos volt az, hogy Isten egy álom segítségével szólítsa meg Józsefet. Viszont a mi esetünkben úgy gondolom, hogy a Szentírás biztos tanítására és egyértelmű kinyilatkoztatásaira kell, hogy megalapozzuk a mi hitünket és az életvitelünket. Még egy annyit hadd szóljak én is, hogy úgy el tudom magamnak képzelni. Az egyik este meséli életének, dédnagyapja életének a történetét, és hallja József. És azt mondja, én is áldás szeretnék lenni. Én is szeretnék az Úrnak szolgálni. Szeretnék őszinte, buzgó Isten gyermeke lenni. És tegyük fel, azon az éjszaka adja az Úr az egyik álmot, egy másik alkalommal egy ilyen beszélgetés után a másik álmot. Ő nem tudta ugye, hogy honnan származik az álom. De neki volt egy vágya, hogy áldás legyen az embereknek. És az Úr azt mondta, persze még hogyha nem is tudta tökéletesen, nem volt biztos abban, hogy Istentől van az álom, hogy ugye még az apukája is megszitta ezért, hogy hát mit gondolsz te, hogy én is, anyád is, ugye már az édesanyja nem élt egyébként rá kell, de meg fogunk hajolni előtted, vagy te mit gondolsz ez e felől? Persze, hogy József meglepődött, de a szívében ott maradt a vágy, ott maradt az álom, hogy áldásul szolgáljon az embertársainak. És biztos vagyok benne, hogy ezek az álmok, még hogyha nem is tudta 100%-ra, hogy Istentől vannak, de ott valahol bent érezte, hogy Isten nem hagyta őt el, Isten mellette volt az apjának, mellette volt a nagyapjának, és bízik abban,
hogy Isten általa is nagy dolgokat vihet véghez. Mi volt az álmainak a jelentősége, hogyha, mivel már említést tettél erről, egy rövid gondolatsorban, hogyha ezt is meg tudnánk osztani? A két álom ugye, az egyik, hogy a kévék meghajolnak az ő kévéje előtt, a nap, a hold, ugye csillagok, mindenki meghajol az ővé előtt. Persze, hogy ő a maga módján esetleg próbálta magyarázni az álmokat, de ő a maga naivságában elmondta testvéreinek, elmondta apjának ezt az álmot, de hogyha odafigyelünk jobban a Szentírás szavaira, a 37. fejezetben, amikor olvasunk József álmairól Mózes első könyvében, azt olvassuk, hogy az apja, Jákob megjegyezte azt, amit mondott József. Az idős pátriárka tudta azt, hogy nem véletlenül kapta ezt az álmot József. Ennek az álomnak nem csak a telihas lehetett a következménye, ez az álom nem csak a telihas következménye lehet, nem valami egyéb dolog lehet, hanem ebben az álomban van valami különleges. Mit gondolhatott József a Jóistenről, és hogyan gondolkodhatott testvéreiről, amikor az élete szorult helyzetbe jutott, és eladták, elárulták az ő testvérei? Mit gondolhatott azokról az álmokról, amelyeknek a jelentősége érthető volt mindenki számára a családban? Sokszor a mi életünk folyamán is, és innen indulnék ki, mivel nincsen egyértelmű kijelentés, hogy mit gondolt, vagy mit érzett József abban a pillanatban, amikor összeverték, bedobták a kutba. Viszont ha mostani ember tapasztalatából indulnék ki, nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg, hogy olykor ellentmondás történik az eszme és a tapasztalat között. Lehet, hogy valakinek olyan eszméi vannak, hogy legyen becsületes, legyen jóindulatú, legyen másokhoz kegyes, de a tapasztalatban azt veszük észre, hogy az ilyen emberekkel könnyebben elbánnak. És akkor a kérdés az, hogy vajon Istentől van ez az egész? Ha József álmaira gondolok, és a tapasztalatára, akkor el kell mondanom azt, hogy ha az álmok József gondolatainak a szövődményei lettek volna, akkor nagyon hamar elvesztette volna önbizalmát. Ahogy a prédikációban hallhattuk, József olyan volt, mint egy ásványvizes palack, amit felráznak, és nő benne a feszültség, vagy kiengedik a feszültséget, és újra felráznak. Na most az ember, amikor a tapasztalatának, az életben a tapasztalatait így éli meg, hogy az egyik végletből a másikba kerül, akkor nagyon könnyen elvesztheti a hitét. Viszont pontosan ez a bizonyíték annak, hogy nem József ábrándjai voltak ezek az álmok, hanem Istentől való kinyilatkoztatás, hogy József nem vesztette el a bizalmát, és kitartott, mert tudta, hogy nem ő tervezte ezt el maga számára, hanem Isten egy nálánál magasabb rendű hatalom volt az, amely vezette az ő életét, és ez bizalmat adott neki, kitartást, hogy bárhogyan is alakulna a sorsa, ugye ne adja fel. Egy nagyon keveset a Biblia elárul arról, hogy mit érezhetett ő. Például azt olvassuk, amikor a testvérek találkoznak Józseffel, ugye, és József szorult helyzetbe hozza a testvéreit, testvérei egymás között beszélgetnek, és azt mondják, hogy láttuk a gyermeknek szorongását és könyörgését. Minden bizonnyal, hogy József nem volt egy olyan ember, aki dacol, és aki vergődik erőszakosan és akaratosan, de a másik embertípusról sem tartozott, amelyik depresszióba kerül, magába zárkózik, elzárkózik a világtól a nehézségei miatt, hanem József noha emberként is élte meg ezeket a nehéz pillanatokat, mégis ott voltak azok az isteni kinyilatkoztatások, mint egy erős védőoltás, lelki védőoltás az ő életében, amelyek megőrizték attól, hogy összeroppanjon, vagy attól, hogy visszavágjon. Mi a véleményetek afelől, hogy József megbocsátotta az ő testvérének, illetve haragudott-e rá?
Mit tudunk kihámozni a bibliai leírásokból erre vonatkozólag, és nem gondolok pont a találkozás pillanatára annyi év után, hanem az alatt az időszak alatt. Majd aztán erre hogyan reagálnak a testvérei, hogyha a találkozás pillanatára is tudunk utalást tenni? Nem gondolom azt, hogy Józsefnek az álmok után az lett az álma, hogy Egyiptom uralkodója legyen. Ő nem tudta ezeknek az álmoknak a megvalósulását, hogy annak ez hogy lesz. Sőt, amikor rabszolgának vitték el, úgy érezte, hogy minden álma most tönkre megy. De megmaradt a fő álom, amit a nagyszülétől, az édesapjától megkapott, hogy Isten dicsőségére éljen. Ez megmaradt. És azt mondta, nem számít, hova fogok jutni, bármi is történjen, hűséges akarok maradni Istenhez. Elkerül, eladják a testvérei, rimánkodik, hogy ne adják, biztos, hogy könyörgött nekik, leírja a Szentírás. A testvérei nem hallgattak rá. És amikor vonul el, mert ugye ők délen laktak, Palesztina déli részén, és azért, hogy egészen Dótánig elmenjen, ahol a testvéreit megtalálta, neki északra kellett menni. Onnan vitték visszafele őt Egyiptom fele. Ott biztos, hogy ott haladt el valahol az ők környékükön, ahol valahol laktak. És nagyon fájt neki az, hogy őt most eladták rabszolgának. De az én véleményem az, hogy sose haragudt a testvéreire, vagyis nem gyűlölte őket. Mint bárkinek, egy ilyen eset természetesen nem esik jól. Nem esett jól, hogy eladnak rabszolgának, csak azért, hogy megszabaduljanak tőled, azért, hogy az álmaid ne valósuljanak meg. De József nem gyűlölt a testvéreit. És hogyha a történetre és az előadásra szeretnénk visszatérni, akkor észrevesszük azt, hogy József csupán le akarta ellenőrizni a testvéreit, hogyha ők megváltoztak-e, hogyha jobbakká váltak, hogyha megbánták azt, amit vele tettek. Az ő célja nem az volt, hogy megalázza őket most Egyiptomba, na most itt vagytok az én kezembe, na most hagyjátok el, én vagyok a világura, megtanítlak becsületre titeket. Egy hívő ember életében, amilyen volt József, én el sem tudok képzelni ilyet. József az ő cselekedeteivel és életével az Úr Jézus Krisztus előpéldája volt, hiszen az Úr Jézus Krisztust is elárulták az ő testvérei, keresztre feszítette az emberi család, de Krisztus kegyelmes volt és megbocsátó. És itt szeretném, hogyha rátérnénk a kegyelem üzenetére, hogy mit jelent a kegyelem, mit jelent az isteni kegyelem a mi számunkra, hiszen gyakorlatilag a tanulság ebből az esetből, ebből a történetből itt található meg, hogy Isten kegyelmes mi hozzánk. Beszéljünk a kegyelem kérdéséről, hogy mit jelent ez. Ha megengeded, egy nagyon rövid gondolatig visszaugranék ahhoz a gondolathoz, hogy vajon gyűlölte József az ő testvéreit. Körülbelül 20 év telik el, attól fogva, amióta Józsefet eladják rabszolgának, és ameddig újra találkoznak. A 20 évből tudjuk azt, hogy József körülbelül 8-at vagy 9-et egy nagyon magasrangú beosztásban élte meg. Hogyha József gyűlölte volna a testvéreit, akkor lett volna számtalan lehetősége arra, hogy megbosszulja a gonoszságot, amit vele elkövettek. Viszont József nem ezt teszi, és lehet, hogy itt jön szóba a kegyelem, amiről beszéltél az előbb. Van egy csodálatos párhuzam, ahogyan Krisztus kegyelme megnyilvánul Jézus Krisztus életébe, és ahogy ugyanaz az isteni kegyelem megnyilvánul Józsefben, mert Józsefben Jézus Krisztus előképét láthatjuk. Ugye? Az ótestamentumi ember ugye bírt az ígérettel, vagyis Ábrahám ugye a te magod, ez volt a messiás, Mózes idején, ugye Mózes mondja a Mózes 5. könyvében, hogy ímé profétát támaszt te közüled az Úr, és őt hallgassátok. Tehát az ótestamentumi ember mindig előre tekintett egy eljövendő kegyelemre, egy eljövendő megváltóra. És azért, hogy az ember jobban, tisztábban megérthesse, tisztább képet
alkothasson magának arról, hogy mit is jelent ez az isteni kegyelem a gyakorlati életben. Isten olyan istenfélő embereket támasztott, mint József, akiknek a segítségével bemutathatta, hogy milyen is lesz az az eljövendő kegyelem. Mivel az időnk már nagyon rövid, szeretném akkor, hogy a kegyelem gondolatát rövid gondolatokba elmondanánk, hogy mit is jelent. Az általános megfogalmazásba a kegyelem szó jelentése egy meg nem érdemelt ajándék. És hogyha vesszük azt, hogy a bűnesetkor hova jutott az emberiség, vagy igazából Isten ellen föllázott, az Úr Jézus Krisztus pedig nem nézte azt, hogy mi milyenek vagyunk, hogy ellene lázadunk, hanem eljött érettünk azért, hogy bennünket megváltson, és egy újabb lehetőséget adjon nekünk, akkor ezt mindenképpen nevezhetjük kegyelemnek. József testvéreit nem bántotta, nem haragudt rájuk, mert azt mondta nekik, hogy értetek, küldött engem ide az Isten, hogy a ti megtartásodként fáradozzak. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy a mi szerető Istenünk, drága megváltónk, eljött érettünk, és nem azt adta, amit mi érdemlünk, hanem a meg nem érdemelt ajándékot, az örök élet ajándékát ajánlja fel. Van itt egy nehéz kérdés, és ez az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatos, hiszen a Lukács Evangélium a második fejezet 52. versében arról olvasunk, hogy Istennek kegyelme vala ő rajta. Itt a kisgyermek Jézus Krisztus növekedéséről van szó. Akkor ebből a szempontból mit jelent a kegyelem? A kegyelem csak a bűnösöknek szükségeltetik, vagy a kegyelem több annál, mint amit esetleg eddig elmondtunk a mai beszélgetés során? A görög nyelvben, amit mi kegyelemnek fordítunk, a görög nyelvben az káris. Ennek a szónak nem csupán csak az a jelentése, hogy Isten az ő irgalmasságából megbocsájt nekünk és elfogad minket Jézus Krisztusban, hanem a szó azt is jelenti, hogy kedves, vonzó, figyelemre méltó. Például, amikor az Apostolok Cselekedeteinek második fejezetében a Szentlélek kitöltetésekor az emberek megjegyzéseket tesznek az apostolok kis csoportjáról, azt mondja ott a Szentírás, hogy kedvesek voltak a nép szemében. Na most ott káris van. Amikor azt olvassuk Jézusról, hogy az Isten kegyelme vala ő rajta, akkor semmiképpen nem ez a megbocsájtó, irgalmas magatartása az Istennek van ott, hanem egyszerűen, hogy Isten nyugtázza Jézus Krisztus kedves, igaz voltát, ahogy ő azt szépen növekedik, ugye az a gyerekkorából lesz kamasz, és így tovább. Tehát az Isten előtt kedves volt, ugye az Isten kegyelme volt ő rajta, az Isten nyugtázza, ugye azt, ahogy Jézus Krisztus élete alakult. Akkor még egyszer mondjuk el azt, amit az előbbiekben is elmondtunk, a másik oldalról nézve, mit jelent az isteni kegyelem, amely üdvözíti az embert, és egészítsük ki a gondolatokat azzal, hogy elégséges ez csupán. Tehát az ember számára elégséges, hogyha a Jóisten az ő kegyelmét biztosítja, és innentől az embernek az élete bármilyen irányba halad, bármilyen is az élete, nem jelent gondot, mert hát az Isten kegyelmébe részesült? Egyáltalán nem ezt értjük az alatt, amit te megemlítettél. Tehát az, hogy Krisztus megigazított bennünket, az ő kegyelmébe befogadott, megbocsátja bűneinket, elnézi múltunkat, ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy attól a pillanattól kezdve úgy éljünk, ahogy akarunk. Istennek az ő szeretetébe befogadott bennünket, megbocsátja bűneinket, de egy új életnek a perspektíváját adja. És azt szeretné, hogy a mi életünk napról napra, attól a pillanattól, hogy kegyelmébe fogadott bennünket, napról napra megváltozna, és hasonló lenne az Úr Jézus Krisztus jelleméhez, Isten jellemét tükrözzük, nap mint nap ne vétkezzünk, hanem szolgáljuk Isten hűséggel. Ehhez még egy gondolatot, ha lehet. Sajnos nagyon sok keresztény úgy fogja fel az Isten kegyelmét, mint olyat, ami betakarja a bűnt. Nos, hogyha valakinek az otthonából ellopnák mondjuk egy 5000 eurós kis tartalékot, amit ő félretett, és a tolvaj hazavinné és letakarná, vajon az azt jelenti, hogy a bűn nem létezik? A lopás eltűnt? Nem ezt jelenti a kegyelem. A kegyelem azt jelenti, amikor a bűnös felismeri az Isten jóságának a fényében a maga bűnösségét. És ennek következtében
megtér. Ahogy Pál apostol mondja a római levélben, hogy nem látod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? Ha ez a megtérés nem történik meg, akkor azt jelenti, hogy vagy félreértettem a kegyelmet, vagy nem értettem meg azt, hogy mit jelentett Jézus Krisztus halála a keresztfán. Egy utolsó gondolat, rövid gondolatok legyenek, és pedig hogyan lehetünk kegyelmesek egymáshoz, úgy, ahogy József is kegyelmes volt az ő testvéreihez, és azt hiszem, ez egy lényegbeli kérdés, üzenet ma este. Szerintem főleg a megbocsátásban tudunk az emberek irányában, akár még az ellenségeink irányában is kegyelmesek lenni. Ezt az Úr Jézus Krisztus Péter kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátanunk, Jézus nem azt mondta, hogy még 7-szer is, ahogy Péter kérdezte, hanem még 77-szer is, más fordításban 70-szer, 7-szer. Tehát gyakorlatilag ebben áll a kegyelmességünk más ember irányában, hogy el tudjuk nézni, megbocsátani hibáikat, mint amint József is a testvéreinek. József és testvérei történetében van egy csodálatos jelenet. És ez a jelenet azt súgja nekem, hogy az isteni kijelentés, vagy az isteni kijelentésen keresztül kapott álmokon túl Józsefnek tényleg volt egy álma. Azok az álmok nem a saját gondolatainak a szövődményéből származtak, hanem isteni kijelentések voltak. Viszont Józsefnek volt egy másik álma, ami a történetnek a végén tűnik elénk, mikor ugye József felfedi kilétét testvérei előtt. Mózes első könyve 45. fejezetének a 40. versében azt olvassuk. Mondd azért József az ő atya fiainak, jöjjetek közelebb hozzám. Ez volt Józsefnek az álma. Hogy lássa az ő testvéreit megtérve, megigazulva, megváltozva egymás karjaiba. Ez az Istennek az álma, hogy lásson minket ott maga körül, és gondolom, hogy minden kereszténynek ez kell legyen az ő eszméje, ideálja, hogy kegyelmet tudjon gyakorolni az ő embertársaira. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, a Jóisten áldását kívánom a továbbiakban. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ma este Józseffel ismerkedhettünk meg, aki valójában egy nagyszerű bajnoka volt nemzetének, népének és családjának. Nincs annál boldogabb élet, mint amikor másokat szolgálhatunk, másokért álmodhatunk, és Isten álmába beleolvadhatunk. Ezt tette Jézus Krisztus emberként itt a Földön, Istennek álmát valósította meg, és ezt tehetjük meg mi is. Olvadjunk bele Istennek álmába, és az ő álma legyen a mi életünk. Ezt kívánom önmagamnak és önöknek, hogy váljunk így ma este a remény bajnokaivá. Mielőtt elköszönnénk és megismernénk a holnap estéli záró alkalomnak a témáját, hallgassunk meg egy énekszolgálatot Petrovics Tündétől. Nagy Roland kíséri zongorán. Visszaváltottál, ti.
Köszönjük az énekszámot, és köszönjük önöknek, hogy velünk tartottak egész időn át. Újból figyelmükbe szeretném ajánlani azt az ajándékkönyvet, amit a www.adventista.ro oldalról letölthetnek, melynek címe Remény a mai családoknak. Holnap este utoljára találkozunk ennek az előadássorozatnak a keretében. Lehet, hogy vannak olyan személyek közöttünk, akik a hét folyamán csatlakoztak be a közvetítésre, és meg szeretnék tekinteni az előző alkalmakat is. Mindezt megtehetik, megkeresve a Romániai Hetednapi Adventista Egyház gyülekezeteinek Facebook oldalát, és onnan visszanézhetőek ezek az adások. Ugyanakkor beszeretném jelenteni azt, hogy május 22 és 30 között a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében is nyomon követhetik ezeknek az alkalmaknak az ismétléseit minden este 6 órai kezdettel. Szeretettel várom önöket akkor is, hogy legyünk együtt. A holnap esti találkozásunknak a témája a szeretet bajnoka. Vajon ki lehet a szeretet bajnoka, aki újból bebizonyította azt, hogy mindent megtett az emberi családért? Várom önöket holnap este is a viszontlátásra.
Az emberek mindig felnéztek a hősükre. Ámulattal és tisztelettel csodálták azokat, akik kitűntek a tömegből, akik emlékezetes életükkel nyomot hagytak a történelem színpadán. De mitől lesz valaki bajnok? Mi az, ami megkülönbözteti őt az átlagos embertől? Kövesd a hetednapi adventista egyház előadásait minden este 8 órától, hogy felfedezd, miként válhatsz te is a remény bajnokává.